Bognár Franciskával beszélgetünk, gratulálunk a győzelemhez, és fantasztikus teljesítményt nyújtottál a kapuban. Milyen volt ez a mérkőzés belülről? Köszönöm szépen, hát igazából eléggé izgultam, amikor felmentem a pályára, ugyanis előtte sok olyan gólt kaptunk, amit nem kellett volna, így tudtam, hogy kell a kapus teljesítmény ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Hogyan tovább? Készülsz folyamatosan? Vagy pedig ez a győzelem azt mondott, hogy ez egy jó állomás volt, aztán kicsit visszaveszel a tempóból? Hát úgy gondolom, hogy a győzelem annak nagyon örülünk természetesen, viszont nem szabad félvára venni a további meccseket sem. A mezőny legeredményesebb tagja lettél 8 góllal, mégis nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon nehéz meccs volt ez. Igen, hát belülről teljesen más egy mérkőzés, mint ahogy kívülről látszik, és szerintem belülről tök nehéz így meghozni a döntéseket, és szerintem ezért volt ez nehéz mérkőzés. Második fél időben történt valami kis sérülés veled, mi volt pontosan? Ráestem a bal könyökömre, ugye az már régebben műtve volt, és ezért volt kicsit érzékenyebb terület. Amikor az NB1B felnőtt csapatába szerepelsz, pár percet kapsz, lősz egy-két gólt, az jobb mérkőzés, vagy itt az NB2-ben szinte végig a pályán lenne? Hát itt szerintem sokkal nagyobb teher van a vállamon, és ugye a csapatén is, mert hát ugye juniorként felnőttbe játszani, de ott felnőttbe már nincsen nagyon tétje, hogyha már a végén vál. 14-13-as fél idő után 22-21 kemény meccs volt ez, az utolsó percig nyílt volt a mérkőzés. Így van, ilyen mérkőzésre számítottunk. Tudtuk, hogy a Bükk jó csapat, főleg ez a megyei rangadó lányok készültek rá nagyon, hogy megszorítsuk őket, illetve hogy meg is verjük és megőrizzük helyünket a tabellán. Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, próbáltunk futni, mert tudtuk, hogy az ellenfélnél nekünk jobb fizikai állóképességünk van, ezáltal az első fél időben tudtunk könnyű gólokat lőni, lendületes játékból, ez valamiért a második fél időben megállt, és belekényszerültünk egy felállt fal ellen egy ilyen ütközős, brusztolós mérkőzésben, amiből szerencsénk is volt a végjátékba, illetve ez miatt a pontosságok miatt, pontatlanságok miatt lett ilyen szorosabb a mérkőzés. Hogyan tovább? Mi lesz a következő fordulóban? Következő fordulóban most letudtuk ezt a Bükköt, a VKLS-re lesz a következő ellenfél idegenben, ők vezetik a tabellát, eddig 100%-osak, de megyünk tovább és megpróbáljuk meg legyőzni őket idegenbe is.